van-e már bármilyen mezet 46-os? A 46-os messzámot ajánlotta fel a KSC az új névadó szponzornak. A Tolnai vármegyeszékely NB1-es, valamint az utánpótlás együttese is, így az idei bajnokságtól már TAR KSC Szekszárd néven szerepelnek majd, egészen három esztendőn keresztül. A TAR Kft. 2002 óta támogatja a klubot, így a szponzorok között volt már 2018-ban is, amikor a KSC magyar bajnok, majd 2021-ben, amikor az Európa Kupa harmadik helyezettje lett. Az elmúlt időszakokban nem nagyon volt ilyen, mindig csak egy évre láttunk előre, és azért most egy picit tovább lehet gondolkodni, tovább lehet tervezni. Természetesen folyamatosan kisebb-nagyobb Tolnamegyei és Tolnamegyén kívüli cégek felkutatásával is foglalkozunk és dolgozunk, mert azért végleges cél, hogy akár visszakerüljünk az Euróligába is, az pedig már sokkal nagyobb pénzösszegeket követel, mint akár egy Európa Kupa vagy egy magyar bajnokság. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a három év ez egy nagyon jó dolog, hogy addig majd ugye látjuk, hogy ki mit teljesít a vállalásaiból, és hogy hogyan lehet ebből majd tovább lépni, de ez egy brutális megtiszteltetés, azt gondolom. A szekszárdi cég kommunikációját nagyban segítheti a KSC támogatása. TAR János ügyvezető tulajdonos azt mondja, az elmúlt években folyamatosan fejlődött a családi vállalkozásként működő vállalatuk. Ez tette lehetővé, hogy az idei szezontól a KSC főszponzorai legyenek. Most született meg az a döntés bennünk, és most talán mi is most jutottunk el oda a céges fejlődési szintünkön, hogy belevágjunk ebbe, és mi is egy kicsit kíváncsian és egy kicsit izgatottan állunk neki a közös munkának, mert ahogy a beszédemben is mondtam, ez egy közös munka lesz, és eddig is volt egy közös munka, de most még inkább a két csapat egymásra lesz szorulva, a KSC csapat és a TAROS csapat is. Az atomerőmű KSC Szekszárd NB1-es csapata az új névvel és az új mezben először szombaton otthon lép majd pályára. A bajnokság nyitányában a Sziget-Szent Miklóst fogadják.